Üdvözlöm a kedves tévénézőket, innen a Ligetúti Sportlapről, Halmai Mártont hallják. A megyei labdarúgó bajnokság 27. fordulójának karcagi érdekeltségű mérkőzése következik most a képernyőn. Orosz István csapatának együttese a bajnokság 7. helyén álló Csépa gárdája lesz majd. Az ezersebből vérző hazai csapatnak minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy ma is újra megragadja a 3 pontot. És kapaszkodjon az élbolyra. Az eredmények kedvező alakulása azt hozta a 25. forduló után, hogy most már csak 3 pont a 4. helyezett karcak hátránya az első Szajollal szemben. Rendkívül izgalmas és régen látott nagy hajrá következik a megyében. Bő egy hónap van vissza a bajnokságból. Hogyha szeretne a csapat dobogón végezni, akkor ma itt Csépa ellen mindenképpen meg kellene szerezni a 3 pontot. Az ellen a csépai csapat ellen, amelyik rendkívül rapszódikusan szerepel az idei bajnokságban. Az első 10 forduló után még vezették a bajnokságot, 7 győzelmet szereztek az első 7 fordulóban, és sokan már valami nagy csépai csodáról beszéltek a vendégek házatáján. Aztán szépen lassan jöttek a változások, télen egy edzőcsere is történt a gárda élén, és tavasszal pedig az jellemző őket, hogy bárkit képesek megverni, viszont bizonyítja ezt jobban, mint hogy idegenben 5-4-re verték meg az első helyezett Szajolt, úgyhogy 4-2-es hátrányban futballoztak. Azonban bárkitől képesek is kikapni a kiesés elől menekülő Kunszent Mártontól otthon például 1-0-ra, Jászfényszarútól pedig 5-0-ra maradtak alul. Elstartol a meccs, amilyenink egy igencsak felforgatott kezdővel, ugyanis Orosz István 5 kulcsemberére sem számíthat. A mai napon a védelemben Kocsis és Kovács Csaba sérültek, Varga Zoltán a középpályáról eltiltott, illetve nem áll a csapat rendelkezésére Bukovszki, valamint Balog Józsi sem. Így az ő hiányukban kellene ma megoldani ezt a kötelező feladatot. Nagy princívós Gergőnek kell rögtön visszazárni a csépaiak 10-esére, aki azonban igyekszik megcsinálni még egy cselt. Határt viszont másodjára Szívós már hatásosan szereli. Kunhegyesen nyertünk az előző fordulóban 2-0-ra Szívós Gergő. Akkor nem volt ott a fedélzeten, 5 sárgalap miatti eltiltását töltötte. Szerencsére azonban csapatunk kapitánya ma már újra ott van a pályán. Varga Zoltánnak ma jár le az eltiltása. Ő még szövegelésért Turkevén kapott piros lapot, illetve ezt követően 3 mérkőzésre szóló eltiltást.
Ma gyűjti ki a végét. Kátót! Erdei kapja. Obernának sikerül azonban tovább passzolni a labdát. Kátót visszateszi Orosznak. Balog, ő is hosszú eltiltás után tért vissza a csapatba, Újszászon állították ki. Csak utána az utánpótlás csapatban is visszaelsőként kapott egy pirosat. Ezért kellett hosszú hetekre nélkülözni őt. Rózsa rúgja ki a labdát. Kocsondi Bálint játékvezető állította meg a játékot, miután az egyik csépai játékos maradt lenn a földön, alig ha nem kaphatott egy ütést. Futás közben a hasára. Nincsen gond. Jászlagykun megyében ismeretlen játékvezetők, Kocsondi Bálint fúj, ahogy azt az előbb említettem, a munkáját pedig Rakoncás Zsolt, valamint Nagy Gábor segítik. Remélhetőleg nem ők válnak majd a találkozó főszereplőivé. Szívós, rövid passzok Baloggal, gyorsan elveszítjük a labdát. Mille szelídíti meg a saját térfelének tetején. Most kapja vissza és már indít. Szépen Balog Csaba helyén építgeti a támadását a fehérmezes alakulat. Határ! A lövő pozíciót keresi, nem találja meg. Kikanyarodik, de vissza tudja tenni még a társaknak. Fülöpöt is bevonják az akcióba, hogy Szijjártó is megkapja most. Pontatlan passz. Belényesi jöhet kirugással. Hetedik mérkőzésén véd a szezonban Belényesi. Legutóbb Tiszafüred ellen hazai bajnoki állt a kapuban. Akkor kiváló teljesítményt nyújtott. Olyannyira, hogy azt követően megkapta a Jászkun foci hírportálon a forduló legjobbjának járó elismerést is a szurkolók szavazata alapján. Német! Szívós! Erdei! Balog! Egy hete 8-1-re kapott ki a csépai csapat, úgyhogy azt megelőzően megverték Szajolt. Rendkívül hullámzó a teljesítmény. Azért Tiszafürettől ki lehet kapni otthon is, de talán nem 8-1-re. Erdei! Leül! Picit hamarabb passzolhatott volna, talán középen érkeztek ugyanis a társak segíteni. Erdei is jó formában futballozik. Kunhegyesen ő jegyezte a második félidő elején a karcagi csapat vezető gólját. Az volt az ötödik találata a szezonban. Szívós Gergő remekül forgatja át a labdát Kátótnak. Elpattog a labda előle. Jöhetnek a csépaiak. Viszonylag sok gólt rúgnak, de sokat is kapnak a vendégek. Ezt lenne jó kihasználni. Kátót hibázik, mintha egy picit meg lenne illetődve a fiatal játékos. Most harmadik alkalommal van ott az első perctől a pályán a karcagi csapatban. Meg kell nyugodnia. Ezen a poszton nem lenne jó, hogyha túlságosan is kapkodna. Urbán Szavó tovább, picit röviden, sikerül azonban megmenteni a vendégeknek. Maroknyi szurkolósereg pedig igazán jó idő fogadta a csapatokat. Sajnos, ahogy itt szétnézünk a lelátón, talán a megszokottnál egy picit kevesebben látogattak ki a mai meccsre. Lehet, hogy a szikrázó napsütés inkább a fürdőbe vonzotta a karcagiakat. Fülöp! Kicsiben összejátszik Milével, visszakapja aztán tőle, szépen kavarják most ki ott két karcagi közül a labdát. Ügyes passz, jöhet akár a beadás, sikerül azonban visszazárni, és hamarról szögletre pattan a labda. Hamar Kunhegyesen csereként jött be a tércsérülés szenvedő Kovács Csaba helyére. Már akkor is látszott, hogy ebből akár súlyosabb dolog is lehet.
Kocsis mellé feliratkozott a sérült listára. Most kanyarodik a sarokrugás, nem is olyan rosszul oda a rövidre. Orosznak másodjára sikerül kipasszolni, és elsőre úgy tűnt, hogy akár meg lehet még a vonal előtt. Orosz aztán nem szakad meg. Partobásra cseréli a szögletet a csépa. Hosszú-hosszú évekig Fialka György volt az, aki a szakmai munkáért felelt csépán, és hát jelenleg is ott van, mint szakmai igazgató a csapat házatáján, azonban télen, mondta Gábor érkezett játékos edző, vezetőedzői pozícióba Kisújszállástól. Több mint 10 évet húzott le Szolnokon Antal, megjárt az MB2-t, MB1-et, Magyar Kupa, Liga Kupa küzdelmeket, nagy-nagy rutinnal megáldott játékosról van szó. Az érkezése óta 6 vereséget szenvedett a csépa, és 4-szer nyertek 10 találkozón. Ma azonban Antal az adatbank tájékoztatása szerint nem érkezett a csapattal, nincs ott a játékosok között, és a kispadon sem foglal helyet. Paperik! Szijjártó, Oberna kioszt egy kötényt, Rózsa azonban szépen visszahúzza és jól játsza meg a labdát, Erdei már kupait indítaná, be kell zárni, Urbán Szabó pedig szépen haza Modlának. Modla is nagyon régen állt már a kapuban, Rákóczi falva ellen, ugyanis még 7 fordulóval ezelőtt kiállították, 6 mestre szóló eltiltást kapott, amelyet éppenséggel a múlt héten töltött le. Így másfél hónap után ma először kezdődik vele a csépai csapatnév sor. Határ! Egy csel befelé, aztán egy passz. Sikerül kihozni a labdát Kupai, nagyon egyedül, 10 méteres körben, körülötte nem volt senki, mozzának már ki rá a védők, eltolja azonban az első ellenfél mellett. Pontatlan keresztlabda, hamar azonban visszaszerzi, és szépen teszi vissza Kupai elé. Most is kellene egy csel, nem jön, Erdei azonban besegít, és teker, Szőke hatalmas luftot rúg az ötösön, Rózsa azonban ismételhet, ez pedig fölé megy. Nagy helyzet volt, könnyen vezetés szerezhetett volna a csapat. Rózsa azonban fölé bombáz, talán nagyobb helyzet volt előtte, Szőke Robi előtt. Ő nem találta el a labdát. 9. perc marad a 0-0. Ez egy komoly gólszerzési lehetőség volt. Fülöp. Mellett tökéletes labdakezelés. Kicsit megnyugodnak utána a csépaiak. Kevés a labda nélküli mozgás, nem is tudja kinek tenni Fülöp. Millével egy gyors passzváltás, csak hogy ne álljon a játék. Hát úgy járatják a labdát most. Pap kapja. Megvan az oldalváltás, Szijjártó Erdei most lép ki. Balogh József hiányában pedig úgy néz ki, hogy Szőke a legelső karcagi ma. Orosz. Szívós. Csak a biztosat, Németet választja. Rózsa, ő biztosította be a győzelmet egy hete Kunhegyesen. A hajrában volt eredményes. Most is betalálhatott volna. Hamar! Most jön a beadás. Elmegy a kapu előtt. Nem volt veszélytelen. Modla szépen szemmel végigkövette. Jót vonalban talán látta, hogy ebből nem lesz gond. Révész Gábor pótolta őt az elmúlt hetekben a kapuban. És egy fiatal portás, télen igazolták, akkor még nem gondolták volna, hogy a 20 éves kapust azonnal be kell majd dobni a mélybe. Nem védett rosszul, de a 6 meccs meg 10 perc alatt, amit a pályán töltött, kapott 21 gólt. Modla azért még egy kicsit határozottabbnak mondható, még akkor is, hogyha ő sem védte végig egyébként sem a szezont, hiszen ő is sérüléssel bajlódott az ősszel. Fülöp! Kupai visszamegy rá és szerel, a játékvezető szerint picit szabálytalanul. Csépai szabadrugás következhet majd a találkozó 11. percében.
Mille gyorsan elvégzi, Kátót meg szépen robban ki a védelmi tengelyből. Aztán ügyesen és okosan meg is tartja a játékszert. Szívós már. Német. Hamar és Balog. Balog Csaba visszatérésével Hamar egy fokkal előrébb a pályán. Ilyen kezdővel sem állt még föl a karcagi hátsó négyes. Paperik. Hubai. Szijjártó. Most kapja meg Urbán Szabó. Ő is sokáig csak a kispadról nézhette a társakat, hiszen sérülés után lábadozott. Télen most már tudott csatlakozni a kerethez. Oberna. Gyenge lövés. Belényesi véd. Hosszú kirúgás. És nagyon pontos. Erdei kis hián le tudja kezelni. Urbán hazafejelhette. Kátót. Hiba. Elvesztette az ajándéklabdát. Többen is mondják neki, hogy nyugodtan játszon. Rózsa megszerzi, és aztán tovább is tudja pöckölni. Kicsit hosszú a labda Szőkének, meg ráadásul nem is számított rá, hogy eljuthat hozzá. Már a fehér mezesek építkeznek. Varga keresztlabdája, Szijjártó kapja és le is kezeli. Mile? Pap. Korábban megfordult Karcagon is. 3 évet szerepelt együttesünkben, 33 éves játékos. Hátulról irányít. Nem ő azonban a legidősebb a keretben. A most kispados Sárkány az. Ő pedig minden mérkőzésen pályára lépett idén. Ráadásul őrá kéne a legjobban odafigyelnünk. 12 góljával ázi gólkirály Sárkány Attila. A jegyzőkönyv szerint bevethető, de a mérkőzés előtt utcai szerelésben sétált a kispadnál, szóval könnyen lehet, hogy ő is kisebb sérüléssel bajlódik, és ezért valamennyire biztos, hogy nem fog játszani. Jó labda szívós tolles azonban. Balog mintha vonalban indult volna. Szabadrugás jött kifelé. Sárkányon kívül Oberna még az, aki igencsak aktív a kapu előtt. 9 találata van a csapatkapitánynak. És érdekes, de a házi góllövő lista harmadik helyén az a Benedek tanyázik, aki gólkirályként nyáron érkezett a csapathoz, azonban télen légiósnak állt és Ausztriába szerződött. Így sem sikerült azonban őt beérni senkinek azóta a csapatnál. Urbán Szabó. Jobb külsővel hosszú labda határnak. Nem jó azonban a középre passz, német felszabadítása sem. Már Obernáé a labda, és most kapja meg Hubai a vonal mellett. Szép összjáték, kár, hogy les csépai szempontból. A karcagiak jöhetnek. 16. percben járunk, 0-0 az állás. A karcagi csapatnak volt egy komolyabb gólszerzési lehetősége, azonban Szőke luftja után Rózsa sem talált kaput. Így 0-0. Szívós. Szőke, jó a csel. Aztán két emberbe vezeti. Ez is egy remek megmozdulás Kupaitól. Nagyon sok karcagi középen. Ott van még a labda, és nem sikerül betalálni.
hamar bevetődve nagy helyzet maradt ki. És ez volt eddig a legnagyobb. Most már nem lett volna nagyon nehéz dolgunk, csak az üres kaput kellett volna alig, hanem eltalálni. Kupai egyébként már úgy tűnt, hogy kicsit hosszan tolta meg előtte. Mégis sikerült elérni még a vonal előtt. Fülöp. Igen, nagy terület most előtte. A karszagi csapat szerencséjére elkapkodta. Megkapja a lehetőséget, hogy újra elkezdje. Most biztosabb paszt választ. Határ. Szépen teszik-veszik a labdát most a csépaiak. Pap! Ubai. Visszakerül, nem tudunk most felszabadítani. Mille megcsinál egy lövőcselt, és most fölé engedi Belényesi. Millének jól megy a karcagi csapat ellen. Az őszi egy-egyen az ő góljával vezetett a csépa. Rózsa egyenlített aztán. De egyébként tavaly Karcagon itt duplázni tudott Mille Tamás. Akkor egyébként 7-2-re nyertünk. Úgy egyébként, hogy a fél időben még a csépa vezetett 2-1-re. Igencsak nagy foci csemege volt az a tavalyi találkozó, és nem csak azért, mert a végére kiütöttük csépát. Akkor esett meg a karcagi csapat piros szerelésének a mezavatója. Itt volt sztár vendégként Szendrei József, valamint volt pompon bemutató, illetve ingyenes belépés várta a szurkolókat. És hát sokáig úgy tűnt, hogy a csépa majd belerondít a mini ünnepségbe itt Karcagon. A 60. percben még csak 2-2 volt az állás, aztán 2-2-nél jött Varga Mihály piros lapja, aztán pedig kinyíltak a karcagi gólcsapok. Szívós, ő is betalált annó. Balog. Még mindig ő. Varga tudja kiemelni a büntető területen kívülre a labdát. De hát nem a 7-2 a legnagyobb zakó, amit Karcagon összeszedett már a csépa. Az azt megelőző évben 14-0-ra nyertünk. Modlát akkor kiállították 2-0-nál. Majd aztán 6-0-nál a helyére beálló mezőnyjátékost is. Kabaréba illő mérkőzés volt az. És egy rekorddöntő 14-0. Jól látszik tehát, hogy Modla kapusban benne van a piros és a hosszabb eltiltások. Ma egyelőre még védenie sem kellett, és ez az énje sem bújt elő. Mille! Urbán Szabó talp alatt elcsúszik, de nincs senki, aki zavarja, így nyugodtan megszelídíti. Hubai, kicsit rövid labda, Pap segít, és aztán Füllöttnek is ezt kell tenni. Letámad most a Karcag, meg is zavarodnak a csépaiak. Szőke, Kupai talán már lőhetett is volna, Szőke rátekeredik a labdára, most Rózsa, lapos passz, még egyel tovább, Szívós Gergő is cselez, és aztán becsúszva, Modla véd, nincsen gól. Most már van bravúrja a kapusnak, kis hián megvan a karcagi vezetés. Többször is lőhettünk volna már hamarabb. Apró tűzi játék.
Nagy bravúr volt a vége. Rózsa. Minden abból indult, hogy agresszíven letámadott a karcag. Kátót pedig nem vacakol. Nem zavarja, hogy reklamálunk, elszórja a beadást. Urbán Szabó pedig belerúgja Szívósba. Eléggé kapkodó most a játék. Erdei sarokkal tovább, nem tudja négy ember között tovább verekedni magát, az lett volna a csoda, hogyha megtartja. Oberna pedig már egy gyors csépai kontrát indítana a határ, nagyon gyors. Orosz kellhet ellenfelének társára. Belényesi lehúzza a beadást. Kátót. Amar el akarta játszatni, hogy bizony itt lehet lerúgták a fejét. Nem történt semmi. Úgy néz ki egyelőre azért, hogy Kocsondi Bálint engedi majd egy kicsit keményebb játékot, ami közel sem baj. Mindaddig, amíg a csapatok nem élnek vissza vele. Urbán Szabó. Oberna. Visszateszi Fülöpnek. Pap mellel. Rendezkedik a karcag. Nem is tudott mit kezdeni most a felállt védelemmel a vendégegyüttes. Szívós. Hamar. Remek összjáték most Szőkével is. Négy karcagi a 16-oson belül, Szőke beleállnak a lövésébe. Ráadásul még ki sem pattan. Újabb nagy helyzet. Ezek a gyors váltások azok, amivel be lehet kerülni láthatóan a csépai védelem mögé. Jó lenne most már akár egy ilyet góllal befejezni, ugyanis négyen is várták középen a bepaszt. Oberna. Határ. Most a lövés, orosz áll bele. Nagy a harc azonban még a kipattanóért. Mile? Szijjártó. Jó labda a védők mögé. Határ. Már fönn a zászló, most veszi észre a játékvezető. Azért jó, hogy nem fejezték be góllal. Jócskán fölé durrantott Határ Attila. Neki volt 24 gólos szezonja is, érdemes tehát rá odafigyelni. Igaz a megye kettőben. Ebben a szezonban 4 gólnál tart. 2014 előn Kungszentmártonról visszatérő csatár. Erdei rálép a labdára, nem az első ilyen megmozdulása már ma a meccsen, egyszer eljátszott a Modla kapuja előtt is. Pedig Erdei aztán ismeri a pálya minden egyes négyzetcentiméterét. Fülöp. Lepattan az átadása. Balog most már kicsit szaporázhatná a lépteit. Jó a labda Hamarnak. Szőke. Balog lövésre biztatják, el is ereszti keresztlét. Modla fölé akarta engedni. Azt hitte, hogy nem lesz kaput találó. Égül is nem is lett, de nem a álló öröm múlt. Életerős jó lövés volt, ezekből kéne több.
A következő majd talán jobb lesz. Németet fegyelmezi a játékvezető. Vigyázni a kéne Misinek. Négy sárga lappal a birtokában a szezonban. Ennyi hiányzónál még egy védőt, ha elveszítenénk a következő összecsapásra, ez bizony nem lenne a legjobb. Mile? Erdei szereli. Szijjártó dob. Erdei szépen vezeti ki a labdát, megcsinál még egy cset, mert tovább a játék, nem tudják fölborítani sem Erdei Tibit. Szívós. Kátót. Ha kimegy a miénk, ha így megy ki, akkor is a miénk. Bedobás lesz. Orosz kapja, kicsit nehéz helyzetben, határ rögtön ráállt. Így is eljut Erdeihez. Ubai megnyeri azonban a párharcot. Kátót! Sokat van játékban a fiatal játékos. Német! Jó meglátás, Balog még elérheti, meg is van a vonal előtt, senki sem zavarja, nyugodtan beadhat, visszateszi azonban Hamarnak, majd ő teker középre, nincsen fejes, lepattan egy védőről, nincs kezezés, jöhet a szöglet. Obern hanyat dőlve, kósza büntetőt reklamáltak középen a karcagiak. Voltunk annyira meggyőzőek. Szőke azért még elmondja ő, mit látott. Hamar, most vissza, veszélyes! Meg lehet ismételni a szögletet. Ezt most nem fogjuk elvégezni kicsiben. Ubai figyel kupaira. Rövidre! Jöhet zsinórban a harmadik. Egyúttal ki is fújhatják magukat a játékosok. Ez a hosszúra, és a változatosság kedvéért újabb szöglet, most a másik oldalról. Ezt Rózsa végzi el. Hát azt szokták mondani, a szöglet fél gól. Most már lassan jöhetne az a teljes. Modla öklözése a sorozat végét jelenti. Erdei! Szőke elfejeli előle, Pap. Rózsa. Megvan a csel. Most teker középre. Nincs ott senki. Legalábbis kékmezes. Kátót, átugorja őt Oberna. Sikerült megtartania a labdát. Hosszú idő után most először egy picit a csípaiaknál lehet majd a labda. Nem jellemző, hogy az első fél időben ne legyen gól a karcag meccseken. Mindössze négyszer fordult elő ilyen
az idei bajnokságban. Igaz, legutóbb Kunhegyes ellen 45 perc játék után 0-0 állt az eredményjelzőn, szóval nem kell megijednünk akkor sem, ha a hátralévő szűk negyed órában nem találnánk be. De azért megnyugtatóbb szokott lenni, amikor vezetünk. Szívós. Talán egy picit hamarabb elvégezhette volna gyorsan Balognak. Ebből így kapu elé ívelés lesz. Modlavéd. Kicsit leült a meccs. A félidő felénél sorozatban jöttek a helyzeteink. Kapufánál közelebb azonban nem jutottunk a gólhoz. Kátót. Kupai. Újabb sarokrugás. Hát ha ezeket kéne gyűjteni, abban nagyon jók lennénk. Ha meg még járna is érte valami, az lenne az igazán nagy öröm. Hamar! Modla boxol. Ki nem találnák a kedves nézők. Újabb szöglet. Arról az oldalról Rózsa, az ügyeletes végrehajtó. Sajnos mindegy melyikről lőjük, olyan komoly veszélyt egyik sem tartogat. Pláne így, megint a kapus húzza le. Fülöp. Jó labda Obernának, nem sikerül levennie. Nagy helyzet lett volna, hogyha megszelídíti a csapatkapitány. Konstans 10 körül szállítja a gólokat szezononként. Tavaly 12-t lőtt, előtte 9 elzárt. Most is van már neki 9 találata. Nem csoda, hogy jól termel a csapatkapitány, minden mérkőzésen pályára lépett a szezonban. 24-szer kezdőként, 2-szer pedig a kispadról beszállva segítette a csépát. Esélytelen. És tudja megfutni Rózsa. Nehéz volt így, hogy mögé ment a játékszer. Pap! Urbán Szabó. Ő is 2014-ben érkezett János Hidáról. Akkor volt egy nagyobb ilyen mozgás, amikor János Hidáról több játékos is csépára igazolt. Így jött például a jobb hátvéd Varga Mihály, vagy a mai alkalommal Karcagra el nem utazó Szakács is. Meg egyébként többen, akik hiányoznak csépából ma. Nem dolgoznak ők sem bőkerettel. De így is megfigyelhetőek a hiányzóak. Urbán Szabó. Mile. Urbán Szabó. Fülöp nagyon üresen a pálya közepén. Stein. Balog. Oberna nem volt lesen. Sikerül még a vonal előtt megszerezni orosz, aztán kőkeményen és kristálytisztán leszereli 11-est.
Szőke. Rózsa kéri, és menne, nem volt egyébként les, innen úgy tűnt. Nagy kár érte egyébként. Motla jó ütemben jött a kapuból. Na majd legközelebb. Szijjártó, Urbán Szabó. Kevesebb mint 10 perc a fél időből. Továbbra is 0-0 az állás. Az elmúlt fordulókban 2-3 gólos meccseket játszott a Karcag. A csépaiak az elmúlt 2 hétben mindkétszer 9 találatos meccsen léptek pályára. Erdei jól tartja Bencseket. Szőke nem gondolta volna, hogy amíg a társ megfeszül, addig ott elől pihenget. Így esélytelen volt, hogy labdát szerezzünk. Kátót. Elrontjuk. Mármint a bedobást. Orosz István el is küldi melegíteni Nagy Istvánt. Lehet, hogy a szünetben ő áll majd be jobb hátvéd pozíciójába. Orosz tanárja elpörgeti határ elől. Szőke tovább, hamar azonban menne. Most fújja le, mivel előnyszabályt nem lehetett ítélni. Pap megy oda Szőkéhez. Kapott egyet a hátába tőle, térdel. Orosszal aztán mosolyogva konstatálják az esetet. És Szőke is összekaparja magát. Balog! Kátót nagyon üres a jobb oldalon, nem veszi azonban észre őt senki. Most a passz mehet tovább, és ott a gól Szőke Róbert találatával. 1-0-ra vezet a Karcag. Most nem volt les. Szőke pedig nem hibázza el az ittszert. Szezonbeli 8. gólját szerzi Szőke. És ezzel megvan az egy gólos vezetés. Nagyon szép összjáték volt, és én még azt mondtam, hogy Kátót ott nem vesz észre senki a jobb oldalon, hát ezért nem. Két gyors passz középen, és egyből sikerült oda kerülni a csépai védelem mögé. Szőke pedig annak rendje és módja szerint onnan nem hibázza el. És milyen jó, hogy összeszedte magát, nem fáj már az a hát. Vagy ha fáj is, sokkal édesebb. Bukovszky, Kovács Csaba, valamint Balog József hiányában egyébként 26 gól is hiányzik úgymond a csapatból. A papírforma szerint Szőkének kell ma szállítani a gólt. Ő a legeredményesebb játékosunk a pályán. Hű is a nevé, ez Robi. Megvan a vezető gól. Érett már, benne volt a levegőben. Megérdemelt a karcagi vezetés. Erdei. Rózsa. Remek csel. Szívós Gergő és Szőke már mutatja, hogy kérné középen. Nincsen ott senki. Erdeinek.
Hosszú, nagyon üres hamar. Pont Szőke. És hamar János közé megy a beadás. Ezt lehet, hogy egy kicsit hatásosabban is végigvihettük volna. A lehetőség mindenképp megvolt rá. Szőke nagyon üresen kérte, indulásra várva. Modla! Mile? Urbán Szabó, Hubai. Pap. Mile? Lelopja a lábáról, Kupai, szép szerelés volt. Jó lenne kihozni onnan a labdát a bolyból. Hamar! Bent tartja még a csíkon. A vége az, hogy elveszítjük. Urbán Szabó! Pap! Mile? Kifejelt labda, újra Papé. Szijjártó. Belényesinek kell jönni. Egyelőre nem volt komoly feladata a kapusnak. Balog. Nagyon gyors. Hamar. Rózsa. Kap egyet a lábára, előszabály, mehet tovább. Kátót. Szőke lekészíti. Erdei, ott van a második. Remek gól. Mintaszerű akció, gyönyörű befejezés. Erdei Tibi még a szünet előtt megduplázza a karcagi előnyt. És erre most már a nézőtéren is csettintenek. Kátót labdája is remek volt. Szőke pedig nagyon jól vette észre, hogy Erdei lövésre kéri. Szép foci. Nagyon szép gól. Erdeinek is megvan a hatodik gólja. És szép ütemben termel. Úgy néz ki, megtalálta a góllövő cipőt. Hát jobb szájízzel fogunk így fordulni. És nem csak gólok tekintetében, de a játék képe alapján is ilyen arányban is megérdemelt a karcagi vezetés. Kátót! Ez a vége a félidőnek. 2-0-ra vezet a karcagi csapat Csépa ellen a megyei bajnokság 26. fordulójában. És egyelőre úgy néz ki, hogy mi hozzuk a kötelezőt. És érdeklődve várhatjuk majd, hogy a megye többi pályáján hogy alakulnak a riválisok meccsei. A 40. percig várni kellett az első gólra, akkor Szőke volt eredményes, Erdei pedig 4 percre rá duplázta meg az előnyt. A játékosok pihennek egyet, tegyék ezt önök is, aztán jövünk vissza a második félidőre. Piros 19-es.